Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Bagát Amir vagyok, a Mondokon főszervező, itt van velem Paszúj, és ma ezt a könyvet fogjuk kibontani és megnézni együtt. Bizonyám, a Fumax Gaming adta a rendelkezésünk ezt a csodálatos albumot, a Hogwarts Legacy-ról, ugyan mindannyian ismerjétek a játékot. Idén jött ki februárban, és ebben a csodálatos albumban pedig interjúkat, háttérképeket, work in progress képeket, és nagyon szép illusztrációkat fogunk látni, hogy hogyan is készült ez a játék. Úgyhogy szerintem akkor bontsuk is ki. Rendben. Tadá! Ó, meg ilyen kis védő. Szép is van rajta, nagyon szép. Kemény kötetek. Kemény a tartalma is keményen fog. Nézzük, mi van meg benne. Nézzétek meg, hogy mennyire gyönyörű rajzok vannak benne. Ez például a legelejéről a játéknak, a kezdeti próbálkozásainkból vannak. Tutorial pálya kb. Tutorial pálya, igen. Lapozzunk vele. Nézzétek meg, vannak karakterleírások is. Ugye ez a néni, aki a Weasley családhoz tartozik, úgyhogy tök érdekes, hogy az 1800-es években is ott voltak az iskolában töretlenül. Sőt, ráadásul iskolai igazgató volt belőle. Az is lett még helyettes, nem? Hát... helyettesek beálltam igazat. Spoiler! Hoppá! És nézzetek meg, egy csomó olyan növényes, ilyen játékmechanikai leírások is vannak, hogy hogyan tudsz növényt termeszteni. Milyen menők ezek a képek. Például itt láthatjátok a Hogsmeade-ből, vagy Rocksmorts-ból artokat. Például ez melyik? Ez a posta. A Quidditch-ból. Itt van például alul. Meg a... az a bolt, ahol sötét és gonosz dolgokat árulnak, fontos megjegyezni ezt is. És ahogy, hogyha jobban megnézitek, nem tudom, látszik-e a képernyőn, magyarul vannak a szövegek, tehát ez full magyar az egész könyv, úgyhogy mindenki számára tökéletesen érthető, hiszen tök jó kalauz lehet a játékhoz. Majd ha tanulok bele valamit, akkor visszamegyek és megnézem, hogy aha, ezt kellett valamit csinálni. Például az enemikről, a gonosz ellenfelekről is van egy csomó leírás. Apró kis lábjegyzetekben vannak nagyon jó kis plusz információk, amik nem a játékhoz tartoznak, de mégis színesíti az egész varázsló világot. Ugye, mint ahogy amiért eredetileg kiadták a két kis plusz könyvet, a Harry Potter, az ugye a Quidditch évszázadai, meg a Kis legendás lények című könyvek, azok is eredetileg ilyen kis plusz információk voltak, hogy színesítsék azt az egész univerzumot. És ugye ez is azt próbálja feldolgozni, hogy a játékon kívül mennyi plusz háttérmunkát tettek bele a fejlesztők, hogy tényleg azt a varázslatos univerzumot megkapjuk, és ezt a plusz információt ugye ebből ki tudjuk nyerni, hogy utána valakit érdekel, ami nem volt benne az előtt könyvekben, abból itt meg tudjuk. Hogy a játékban nem olvasták el azokat a texteket, amikben ezek benne voltak, most hát utólag meg lehet mindent találni. Van, aki úgy játszik, hogy amint szöveget ér, akkor nyomja a space, hogy ezt gombot minél gyorsabban átugorja rajta, és akkor persze értem, kimaradnak információk, de ebből mindent be tudsz pótolni kényelmesen. Így van, és meg tudjátok nézni, hogy hogyan alakultak ezek a gyönyörű helyek és karakterek, akik gyönyörű karakterek, ahogy látjátok, akik benne voltak a játékban. Olyan máskodon voltak a cuki állatkákeket lehet tenyészteni. Nézzetek meg, a szeme bele lát a lelkedekbe. Túlságosan is. Szóval jó. Hát, hogy tetszett a játék? Megvallom őszintén, nem vittem még végig minden olyan napig, de amikor megjelent, akkor éppen sok elfoglaltságom volt, de tetszett benne a szabadság, hogy milyen tényleg bárhol el tudtam menni a játék elején kb. Nagyon jó, nagyon szépen meg volt komponálva a táj, tényleg, hogy látszod is, hogy mindennél figyeltek, hogy minél szebben le legyen animálva. Látványosan jók voltak benne a ruhadarabokat, lehetett mindent ötvözni, abszolút sem személyre tudtad szabni az egész karakteredet. Úgyhogy én élveztem azt a játékot, időt, amit beletöltöttem. Annyira szép. Igen, én is nagyon esítettem a teljesen a végére, de igazából az, hogy magán a térképen és az épületekben és a termekben és az házakban kint Hogsmeade-ban mindenhol tudtam barangolni, meg nézelődni, az minden felülmúlt. Az, hogy most mit csinálnak a szerencsétlen, mik ezek goblinok, az már ilyen mellékes volt. Hát igen, és tényleg az volt a jó benne, hogy már rögtön az ellen el tudtam menni olyan helyekre is, amit a játék végén kellett volna megtalálni. Csak úgy értem szerint, amíg nem tudtad meghozni a varázst, addig nem tudtál bejutni, vagy nem tudtad kinyitni a ládát, meg éneket. De ennek ellenére például, hogyha bekerültél már Oxfordba, és túl voltál a tesztek süvege besorgalásán, onnan kezdve kb.
egy-két napot el tudsz játszani, anélkül, hogy a sztoriban haladnál, de mégis hasznosan töltöd az időt, mert barangolsz, felfedezel, különböző kis mellékszálakat találsz, meg nagyon szép és került minden. Hogy a cicánkat meg lehet benne simogatni. De kutyák nincsenek benne, az már egy kicsit zavar. Hát ki milyen fajta? Meg van egy saját kis szobád a szükségszobájában, amit te igen. úgy alakítasz, meg személyre szabsz magadnak, ahogy szeretnél. Hát ott lehet sok mindent csinálni, igen, alkimiától kezdve. Ez egy nagyon kis hasznos feature benne. Párbajozni. Tényleg azt, hogy személyre tudsz szabni, milyen varázslataid legyenek, milyen párbajaid legyenek. Mindenki meg tudja benne találni, hogy mi az, amire szívesen fókuszál az ilyen párbajozásra, meg harcolásra. Igen. Hát ha... ismerkod, aki párbajozás nélkül vitte végig a játékot, ismerkod, aki kb. Mindenkit meggyilkolt a fenébe. Ugye ezt tudni kell, hogy ha volt olyan módja a játéknak, megvette, akkor Azkabanba is tudta kicsit menőzni, meg volt a sötét kivédelem, sötét városnak a kivédés óra, úgyhogy, de amúgy csak nézzetek meg a képek, milyen gyönyörűen meg lett szerkesztve az egész. Tehát látszik, hogy itt arra fókuszáltak, hogy a jó történet mellett, mert az is rossz, baromi szép tájon, hogy átadja ezt a varázslatos hangulatot. Így van, és nem érzed úgy, hogy igazából csak ugyanaz ismétlődik, minden egyes ház ugyanúgy néz ki, tényleg minden. És az NPC-k se. Tehát nem az, amit a másnál, hogy találkozunk hatodszor ugyanaz az NPC-vel, neki is ugyanazt mondja hatodszor, hogy jaj, bocs, neked mentem, az NPC-ket is próbálták kicsit személyre szabni. Úgyhogy aki még nem játszott fel, de megnézte azt a videót, az most kezdje. És vannak benne ilyen puszkinek. Nagyon szép főnixek. Köptem a következő oldalt, meg ott a kék madár is hozzá. Haj, meg a kis, majdnem mi a magyar nevem, Furkász. Ők is láncokik. Szóval ennyit szeretünk volna erről a könyvről elmondani, amit még egyszer nagyon szépen köszönünk a Fumax Gaming kiadónak, hogy megkaptuk. És ha netán te nektek is megtetszett a könyv, akkor van egy játékunk, ami hamarosan indul a közösségi platformainkon, ahol ennek a könyvnek egy példányát lehet megnyerni. Úgyhogy figyeljetek a közösségi platformainkat, mert hamarosan indul a játék ennek a könyv megnyeréséért. És András, mit csinálunk októberben? Ó, nagyon jó kérdés. Október közepén, 14-15-en kerül megjelenés az őszi mondókon, ahol rengeteg sok versennyel és nyereménnyel készül nektek, úgyhogy gyertek és nézzétek meg minket helyszínen is élőben. Így van, de ha még nem csak élőben, hanem interneten is szeretnétek látni, akkor kövessetek minket Facebookon, TikTokon, Instagramon is és YouTube-on. Sziasztok! Sziasztok!